Mivel a Nikon 2024 tavaszán bejelentette a RED bekebelezését, ezért nem csodálom, hogy 6K-val meg full frame képkiolvasással akarják eladni a harmadik Z6 Mirc vázat. De biztos, hogy az évtizedek óta ortodox fotósok kedvence márkáját, azaz a Nikont, mozgóképes karakterisztikákkal kell piacilag újra pozícionálni és újra szegmentálni? Kétségei vannak, de nagyon drukkolok. Mindenesetre, aki a Z6-ját vagy a Z6-2-jét a soron következőre szeretné lecserélni, kezdjen el spórolni és vagy szerencsejátékozni. Na de hagyjuk a gúnyos filozofálást, hiszen most ünnepelni kell. Itt a Nikon legújabb Mirc, a Z6-3-as. Először is helyezzük kontextusba az előbb modellekkel. Megjelenésük 2018, 2020 és 2024. A külső, például a státusz kijelző, LCD monitor vagy portok és a tudás fokozatosan javult. A szenzor a harmadikban lett részlegesen rétegelt, a felbontás maradt. Ahogy maradt a kiterjesztett ISO tartomány is és a szenzor stabilizáció is. A monitor méret és felbontás eddig is szuper jó volt, a Z6-3-nál már kihajtható lett a monitor. A kereső felbontás eddig is kimagasló volt, most még jobbá tették. A sorozatfelvétel fokozatosan javult, most 20-at tud elektronikus kioldással. 4K videóból 6K lett, sőt 240 kép per másodperc. A váz fél centivel lett tömb zsib minden oldalról, és picit hízott is. Persze, még maradt így is kompakt és könnyű. Egyből 2 kártyahely lett, ami a különböző típusok fogadása miatt nem mindenkinek lesz feltétlen öröm. Az autofókusz pontok száma eddig is erősen elmaradt a konkurenciához képest, ez a Z6-3-as esetében már nevezhető csalódásnak. Nézzük most az erősségeket az előd modellhez képest. Korlátlan videó, 4K, full frame képkiolvasással, na ez brutális. Megjelent az Expo előtti felvételkészítés. Rendes méretű HDMI kimenet, kihajtható monitor, érzékenyebb autofókusz, amely rovarkövető és járműkövető funkciót is kapott. Kérdés az, hogy én melyiket venném, a Z6-2-est vagy a Z6-3-ast? Hát én egyiket sem. Na de miért? Hát mert ehhez az amúgy is abnormálisan magas árhoz már csak 250 ezret kell hozzáadni, persze nagy idézőjelbe a 250-et, és ott a klasszisokkal komolyabb Z8. Amúgy pedig a kiváló Z5 ott van messze fél milla alatt, és a Z6-2-es is kicsit felette. Na de kétszer ennyiért egy utód modell? Nehezen magyarázható, még nekem is, aki 23 éve Nikonos vagyok, tehát nyugodtan nevezhettek elfogultnak. Na de most nézzük meg a Z6-3-as váz külsejét. Elsőként a felső kezelőfelületet, majd a baloldali és előső gombokat, jobboldaliak meg itt, keresőtől balra, majd jobbra találhatóakat részletezi, ki- és bemeneti helyek, kártyák helye, végül a markolat. Mi az összegzés? Anélkül, hogy én konkrétan használtam vagy láttam volna a gépet, kijelenthető, hogy egy felső-közép kategóriás Nikon váz született, ami fotó és videó szempontjából is egy igen erős hibrid igáslónak számít mostantól. Azonban nehéz eltekinteni a túlárazottságától, ettől függetlenül biztosan sok örömet fog okozni a használóinak, és tovább erősíti a Nikon Mirc felhozatalt. Most itt a vége, köszi a megtekintést, Isten tartsa meg a jó szokásotokat, találkozunk a következő adásban, szevasztok!